vagy nyomatok? Próba nyomatok? Ha? Csinálhatunk. Csak mondom, megkérdezem, hogy jó ez. Szeretne. Figyelj, Kitti, hátra megyünk, csinálok róla egy próbanyomatot, látod, hogy mi van rajta, és akkor utána megcsináljuk azt, hogy gyantaporral leszórjuk, azt beleégetem, ez az akvatinta eljárás, és akkor festesz. Jó, a gyantapor azért kell, meg ezek az apró, mert ilyen, amikor ráégetem, akkor a por összeugrik, és akkor ilyen raszteres felületet hoz létre, hogyha csak azt nyomatom meg. És hogy amit lefestesz, az a fém szín marad meg, amit nem festesz, oda meg be fog marni. Tehát, hogyha mondjuk itt vagyunk ennél a levélnél, és azt mondod, hogy ennek akarsz egy ilyen tónust, egy ilyen, tehát, hogy ne világos tónus, hanem egy sötét tónus legyen, akkor a hátteret lefested, de ezt kihagyod. És akkor ebbe bele fog marni a sav. És akkor már egy folt felületet fogsz kapni. Jó? Na, be hátra meg tudtok jönni, azt ilyen vágó, meg ilyen környezetfelületeket okay. tudtok csinálni, jó? Ez nagyon jó. Ezt először úgy hívták, és az az érdekes, hogy festő volt, Francisco Goya-nak hívták. Ő a spanyol királynak volt az udvari festője, és ő csinált azt a híres sorozatot, amikor a franciák megtámadták Spanyolországot. Ő csinálta azt a híres sorozatot, a Capriccios-t, ahol ezeket a vérengzéseket mutatta, és ilyen pici lemezeken csinálta a grafikákat, és ezután terjedt el a grafikusok körébe az akvatinta eljárás. De? Tehát az előbb megsóztuk, most megfőzzük. Igen, csak az a sózás, az milyen neve volt? Gyantapor volt. Tehát fenyőgyanta, és akkor most ezt a fenyőgyantát ráégetjük, ugye? A melegedés során a por összeugrik kisebb felületté, és ezért a környezetébe marad szabad fémfelület. És ezért lehet a lemezre, amikor később ráfestünk és megmaradjuk, olyan folt felületet képezni, ahol egyrészt a gyantapor, amit kihagyja a sav, a köztelévő területeket viszont megmarja, és ezért a festék benne tud maradni a megmart pontszerű, raszterszerű felületbe, és így foltokat lehet képezni a lemezen. Kitti most ennek ki kell hűlnie, jó? És akkor a Réka ad vékony ecsetet, és akkor kályacsillakkal, amit nem akarsz megmarni, azt fested ki. Na, ez volt az, amit megsütöttünk. Ez be lett szórva fenyőgyantával, utána meg lett sütve. És utána hogyan van a tovább? Ez ilyen hátrányos festék, és azzal kell befesteni azokat a területeket, amik majd később világosak lesznek.